tudod, ha hátra húzod, akkor... Majdnem elfelejtettem. Magad felé. Felém? Húzod, felét húzod, igen. Felém. Akkor a sör jön, ha ellenkező irányba, akkor a hab, de már ez már habos. Nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék arra, hogy a munka nem esít, és vissza kell térnem oda, ahol szerettek, és amit én is szeretek, mert ettől vagyok emberi. Ma kezdek, képzeld. Oh. Jó, vissza. Igen, igen, ne arra, hogy nem értem még vissza. Kösz szépen. Ha esetleg valaki nem igazán követte a VV7-et, akkor elmondjuk, a képen a győztes VV Robin látható a villa utáni első munkanapján. Nem óhajt a babérjain ülni, visszatért a kocsmába, ahol a villa előtt csapolta és felszolgálta a sört. Azt, hogy most van egy olyan nyereményem, amiből majd tudok gazdálkodni, ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, amihez, hogyha bármikor kell, hozzá tudok nyúlni az életbe, és egy biztos pont, hogy nem kell senkitől kérnem, és nem kell senki támogatását várnom, hanem csak magamtól függök, viszont nekem ugyanúgy élnem kell, és az élet hozzátartozik a munka, úgy döntöttem, hogy én folytatom azt, amit abba hagytam. A való világos szereplés előtt fel kellett mondania, de nem volt nehéz a visszatérés. Elbocsájtó, szép üzenettel váltak el a főnökétől. Akkor elváltam minden és bementem a való világba, hát nem örültek neki, de azt mondták nekem, hogy bárhogy alakul, ugyanúgy várnak vissza, mint mikor elmentem. Ez nagyon jól esett, ezzel a gondolattal sokáig bent is elvoltam. Biztunk benne, nyilván mindenki bizony benne, hogy végigvisz a játékot, ha előbb jött volna ki, akkor megegyértelmű volt, biztos volt a helye, de így is váltunk el annak. Én is ennek örülök is nagyon. Szavaztatok rá? Persze. Égtek a vonalak. Égtek a vonalak, igen. Izzottak. Sziasztok, sikerült esetleg választani? Azt a kérdést most hanyagoljuk, hogy mégis milyen vonalra gondoltak, de azt megállapítottuk, hogy Robin még pohárba tudja tölteni az italt, és ki is tudja vinni a vendégeknek. Parancsolj, szívesen. Mindezt persze balesetmentesen. Nem féltél attól, hogy sokat elfelejtem. Munkából a 3 hónap alatt? Ez olyan, mint a biciklizés. Meg még egy dolog, de ezt most nem mondanám. Ezt nem felejti el az ember. De azért lebutítottak ott rendesen amúgy. Hát igen, rákozok, hogy 3 hónapig, vagy több mint 3 hónapig. 3,5, aha. Hogy bírtam. Hát újra kell tanulnom beszélni. A győzelem után Robin egy saját vendéglátóipari egységet vizionál maga előtt, de most még inkább gyűjtöget, neki ez nem okoz nehézséget. Hogy most ugye havonta kapok egy összeget majd, én azt össze akarom gyűjteni, ez egy évbe kerül, addig ugyanúgy akarok dolgozni, hogy eddig is csinálni az életemet, és addig kitalálni esetleg, hogy merre tudnék elindulni. Az első lépés, amit biztos, hogy megteszek, leteszem a jogosítványt, mert annak hiányában vagyok, eddig nem volt lehetőségem, nem tudtam sajnos kivitelezni a dolgot, de most erre van adottság, úgyhogy ezt próbálom majd a jövőben is megvalósítani. Ha valaki szeretné, hogy Robin csapolja neki a sört, annyit reklám nélkül elárulhatunk, hogy a budapesti Buli negyed középpontjában kell keresni őt.